Nem csak én számolok. 12-ig számolok, annyi időtök lesz, minél nagyobbra fújni a zsákokat. Utána azt fogom mondani, hogy háj, arra gyorsan befogjuk a zsákoknak a száját, utána majd lemérjük, hogy melyik költöknek lett a legnagyobb. Jó? Készen álltok? Ti is készen álltok? Jó, tehát akkor rajt! Egy, kettő, három, négy, ehhez két trükköt kell alkalmazni. Az egyik az, hogy nem túl szerencsés, hogyha a zsáknak a száját túl közel veszük a szánkhoz, az a jó, hogy egy olyan 10-12 centire eltartjuk magunktól, valamint az sem túl szerencsés, hogyha van ilyen törés a zsáknak a folyamán, hogyha itt most tartom a színpadon, akkor ez látszik nem egyenes. Ezt többféleképpen ki lehet küszöbölni, úgy is lehetne mondjuk én hátrálnék a színpadon, csak akkor valószínűleg leesnék. Úgyhogy most Domi segítségét kérem, fogja meg a zsáknak a végét. Lehet számolni, hogy tényleg csak hármat fogok belefújni. Egy,